Vegyük a következő feladatunkat. y = 2/3 x - 1. Ez is egy explicit alak, viszont azt látjuk, hogy már egy tört is szerepel a feladatban. Ilyenkor, ilyen esetekben, amikor az x-es szorzó tényező az valamilyen tört, akkor érdemes az x-nek olyan számokat venni, hogy a tört nevezőjével le tudjuk egyszerűsíteni. Konkrétan látható a mostani feladatban az én javaslatom, hogy vegyük a -1, 0 és 1 helyett, a -3, 0 és +3-at. Miért? Mert hogyha ide 3-as teszek, akár pluszban, akár mínuszban, a két 3-as le tudom egyszerűsíteni, tehát itt egy egész szám lesz, ez is egy egész szám, tehát az y is egész szám lesz a végén. Természetesen, hogyha a szabad tag is tört, akkor aztán végeredményben teljesen mindegy, hogy mit veszünk, nem kerüljük el azt, hogy törtekkel számoljunk, akkor maradhat az a szokásos -1, 0 és +1. Ez a szituáció, amikor ugye az x-et egy tört szorozza, akkor érdemes olyan számokat venni, ahol a nevező megegyezik, illetve a nevezőt le tudjuk majd egyszerűsíteni. Tehát a mostani feladatunkban a 2/3 x - 1 függvénybe be kell helyettesíteni, ahogy már említettem, a -3-at, a 0-át és a +3-at. Vágjunk akkor bele, tehát íme így néz ki a függvényünk, íme a táblázatunk, mondtuk, hogy a 3 érték, -3, 0 és +3 már itt van, nekünk még csak ki kell, hogy számoljuk az y megfelelő értékeit. Kezdjük akkor azzal, hogy x = -3. Ha behelyettesítünk x helyében -3-at, amiért az egészet alkalmazzuk itt ugye a 3-asokkal, hogy ez a két 3-as leegyszerűsüljön. Vigyázzat, itt -3 van, tehát itt megmaradt egy -1 valójában. Hogyha ezt most összeszorozzuk, ugye 2 x - 1 az -2, meg ez a -1, ez -3-at fog adni. Be is lehet írni a táblázatba, tehát ha x -3, akkor az y is -3-at fog adni. A második értékünk, amikor x = 0, itt általában megszoktuk már, hogy könnyű a dolgunk, hiszen minden, ami az x-et szorozza, az majd ki fog esni. Tehát az 0 lesz, tehát egyszerűen már szinte le is lehet olvasni, az y-nak az értéke -1 fog lenni. Itt is érvényes az, hogy ha itt már számoltuk az y-tengelyel való meccéspontot, mondjuk rá egy függvény kivizsgálás közepette, akkor erre a pontra nincs is szükség, újból, hogy kiszámoljuk, egyszerűen csak felhasználjuk a már kiszámolt értékeket. És maradt még egy értékünk, ha x-nek +3-at veszünk, ugyancsak amikor behelyettesítjük, láthatjuk, hogy lehet egyszerűsíteni, ugye ezért is választottuk a 3-ast, marad csak egy egyszerű 2 x 1, ugye, ami 2, és 2 - 1 az 1-et fog adni. Láthattuk, hogy a 3-as esetében nagyon könnyen ki tudtuk tölteni a táblázatot. Természetesen, ha valaki venné a szokásos -1, 0 és +1-et, ugyanúgy kapna helyes értékeket, azzal a különbséggel, hogy akkor ugye -1 esetén ez már egy tört, tehát közös nevezőt kellene keresni, illetve +1 esetén is y-nak valamilyen törtes kifejezést kapnánk. Ellenőrizzük le a végén az, amit a monotonitással kapcsolatban már az előző feladatnál is láttunk. Jelen esetben az iránytényezője ennek a függvénynek 2/3, ami ugye pozitív szám, tehát láthatjuk, hogy ez a függvény növekvő. Ellenőrizzük le a kapott értékeket, -3-tól haladunk -1 és +1, és azt látjuk, hogy igen, ez is egy növekvő számsorozat. Sőt, azt is le lehet ellenőrizni, mivel ugye egyforma léptékkel haladtunk az x-nél, -3-tól a -1-ig ugye van 2 egység, -1-től +2-ig úgy szintén 2 egység, tehát ezzel is látjuk, hogy jó számsorozatot kaptunk a végén.